Tel Avivban 12 ország válogatottja mért összetudását a csapat Európa-bajnokság második ligájában. A magyar válogatott fölényesen nyerte a pontversenyt Szlovákia és Litvánia előtt, és ezzel feljutott az első osztályba. A nyíregyházi versenyzők közül a magasugró Bakosi Péter 216 cm-rel a harmadik helyen végzett, Kerekes László súlylökésben a 9. helyen zárt, Posváth Krisztina pedig a 4. helyen befutó 4x400-os női váltót erősítette. Széles Imre tanítványa idén a felnőtt országos bajnokságon is szerzett 2 ezüstérmet 400-on, illetve 800-on, az utánpótlás bajnokságon pedig megnyerte a 800 métert. Általános iskolás korom óta Csangjárban duatlonoztam, triatlonoztam, ide jöttem tovább tanulni a Vasvári Pál gimnáziumba, így a középtávot választottuk, volt egy sérülésem, és így a hosszú távot azt anyagoltam, meg amúgy is jobban szeretem a középtávot, és hát 2 éve, úgymond tavaly óta nagyon bejött. Hál' Istennek jöttek az eredmények. Előtte nem nagyon, a súlyom miatt is voltak bajok, de tavaly óta hál' Istennek összejött az edzésen, és jobban oda figyelek, meg most már oda teszem magam minden télen. Az edző szerint a 400 és 800 méteres táv teljesítéséhez szükséges edzésmunka elvégzéséhez speciális tulajdonságokra van szükségük az atlétáknak. Bírni kell a monotonitást itt is, illetve nagyon jó keringéssel kell rendelkezni, aki 4, illetve 800 métert szeretne futni. Úgy érzem, hogy nála ezek a tulajdonságok megvannak, illetve nagyon nagy akaraterő kell ahhoz, hogy a rengeteg edzés munkát elvégezze, amihez kell. Osváth Krisztina teljesítményével bekerült a lengyelországi U23-as Európa-bajnokságra utazó válogatottba. A július 13-án kezdődő kontinens viadalon Széles Imre tanítványa a 4x400-as váltóban és 800 méteren áll majd rajthoz.